Máté, Rózsi! Hát csókolom a kezét, kedves Rózsika! Hogy én megharagudtam egy kalárát, hogy mondhat ilyet? Még ma vagy holnap felkeresi egy fiatal ember. Hát, hogy kicsoda az illető, azt egyelőre nem árulhatom el. Szervusz, drága Jóra! Semmi, semmi, csak üdvözöltem a legkedvesebb unokahókomat. Szóval ma vagy holnap jön az illető, csókolom a kezét, viszont hallásra. Szervusz, drága Jóra! Na, megint boldog karamlát tettél egyben. Hát boldog lehetne, ha a legpocék a férfi szóba állna vele. Miért? Olyan csúnya? Mi az, hogy csúnya? Szerintem ennek az ősei a vakbél uralkodása alatt jöttek meg. Miért pont a vakbél alatt? Hát mert olyan király, amit lát, ezt a családot be se engedte volna. És mégis fog találni neki férjet? Hát persze, hogy fog, hiszen két háta van. Aha, ne beszélj! Azon kívül nem is férjet keres magának, csak valami szórakozó partnert. Aha, értem. Na, de tudod, miért jöttem hozzá? Találtál-e már nekem rézrudat? Képzeld, sehol sem találtam. Bejártam az egész várost. Kisebbeket találtam, amennyit csak akarsz, de másfél méteres rézrudat sehol. Úristen, hát akkor én most mit csináljak? Édes Ivolykám, akartam is mondani neked, hogy hagyd a fenébe ezt az egész butaságot. Hát dehogy hagyom, pont most, amikor az utolsó lépés előtt állok, nézd, már mindent beszereztem hozzá. Már csak egy másfél méteres rézrúd a pozitív oszlop hiányzik ahhoz, hogy befejezhessem a kísérletemet. Én lennék az első, aki a levegőből energiát tud kipermelni. Pár év múlva az összes lap az éneben lesz tele. Ekkora betűkkel hirdetik majd Kovács Ibolya, az első női elektrotechnikus, aki az összes férfit lepipálja. Háj, de ha nem találok egy rézrudat, nem tudom befejezni a kísérletemet. Hát tulajdonképpen van egy illető, akinek van egy ilyen nagyságú rúdja, de az nem adja el. Miért? Mert ő is elektrotechnikus, és azt kérdezte tőlem, hogy mire kellene ez a rúd. Jaj, de remélem, nem mondtam meg neki, hogy mire kell. Nem mondtam. Miért kísérlethez? Nem mondtam. Ő azt mondta erre, hogy ha segítkezhetne, a kísérletben szívesen kölcsön adná rúdat. Segítkezni akar? Hát az illető egy kicsit együgyű. De milyen buta olyan jó hibulat. Szerintem nyugodtan dolgozhatná vele. Ami azt illeti, el kell egy kis segítség. Na, akkor küldjem el hozzá? Hát persze, hogy küldjem, még ma este küld el hozzá. Ájjaj, ennek a csúszáknak is kell küldjek valakit. Na, fel is írom a nevét meg a címét. Nekem is adjál egy céglát. Tessék. Köszönöm. Máté Rózsi, Gyöngyház utca 19. Kovács Ibolya, Sólyom utca 18. Na, ezt a téglát odaadom annak a pasasnak. Na, ezt pedig adod annak a rézrudasnak. Jaj, Jakabkám, teljesen felvillanyoztál, nagyon köszönöm a segítségedet. Akkor én most már tovább nem zavarlak. Szervusz! Csókolom anyádat! Én is a tiédet! Tessék! Alázatos tiszteletem! Mi bozza, urat keresem? Itt olyan nevű úr nincsen. Hát már hogy ne volna. Kint az irodán előtt nagy betűkkel írja, hogy mi mozza házasság közvetítő. Jaj, hát az az iroda neve. Maga azt hitte, hogy itt van egy mi mozza nevű ember. Hát már miért ne volna? Ha van Jáci, akkor lehet mi mozza is. És van Jáci? Ha, még hozzá Hugo. Jáci, Hugo. Kinek van ilyen ingedele? Hát nekem. Bocsánat, tessék helyet foglalni. Köszönöm, tessék csak nyugodtan nevetni. Én is nevetek, ha ilyen hülye neveket hallok. Jáci, Hugo. És kedvedet hogy hívják? Janko, Joko. Ez is egy elég hülye. Ha, elég hülye. Na, de mi tetszik?
Mondja el röviden, hogy mit akart, de csak röviden, mert nekem sürgősen el kell menni. Röviden? Röviden. Hát röviden, 100 000-re. Na, hogy vagy 100 000? Annyit óhajtom hozománynak. Jó, hogy úgy maga feleséget akar. Hát már nélkül nem megy. Szeretnénk már kilépni a vasúttól. Eleget volt, amely már másodjája. Szeretnék egy kis családi házat, a házon ablakok, az a magunk a virág, legyünk játszik, alul ibolya. Ez az én vágyam képe. És mondja, eddig hol teljesített szolgálat? Szöcske, hőügyesen. Na ez is egy nagyon hülyené. És ott? Nem talál magának feleséget? Ott, Szöcske, hőügyesen? Hát egy ilyen kis faluba mindent tudnak ám az emberről. Magáról is tudnak mindent? Na, ja. Azért félnek úgy tőlem a járról. Azt mondja már, miért félnek magától úgy a lányok? Hát tetszik tudni, nekem nagyon nagy a... Jaj, hát olyan kínos dolog nekem erről beszélni. Mondja csak nyugodtan, hisz férfiak vagyunk. Hát pont ez az. Ez az, hogy én túlságosan is férfi vagyok. Hogy volt? Hát tetszik tudni már az apámnak is nagy hírek volt a környéken. Nekem meg még nagyon van, mint ami neki van. Ja, szóval ezért félnek magától úgy a lányok. Hát tetszik tudni, hogyha a hangomat meghallják, már menekülnek. Pedig de szeretnék már megnősülni, tessék már nekem valami jó partit találni. Nagyon nehéz lesz. Gondoltam. Nagyon nehéz lesz, mert... Na de várjon csak! Van itt egy nő, akinek két háza van. Na hát akár nekem, mert több az ablak, több a világ. Játszik, van a bibolya. És tessék mondani, szép ez az illető. Hát... Nem is tudom, mit mondjak magam. Ne is tessék mondani semmit. Én már látom a lelki szemét. Hát nem olyan csúnya, elég hercig. Kérjük vele, hogy nézhet ki, ha kegyed azt, hogy elég hercig. Tudja mit? Menjen el hozzá és nézze meg. Elvégre nem fogja megharapni. Már soka sincs. Annyira vég. Nehogy vég. Annyira nem vég, hogy nem is félet keres magának, csak valami partner. Partner? Hát miért? Hát akivel tud szórakozni, meg ez, meg az, na én. Hát az a hengyek miatt a hét. Menjen el hozzá és nézze meg. De hagyjon rá mindent. Végül úgyis magához megy feleségül. Hát velem aztán hengyek, hát majd amennyit csak akar. Na, de nekem most sürgősen el kell menni. Negyed óra múlva jövök, várjon meg itt! Nem érek én rá, várni kérem szépen! Na, oda ide figyelj! Ott az asztalon van egy cédula, rajta egy nőnek a neve meg a címe, hozzá menjen ez! Na, köszönöm a látásra! Köszönöm a látásra! Mindig csak rohannak! Mindig olyan sűrű! Na, hát itt a cédula! Kovács! Ibolya! Sokkom utca 18! Teljesül a szívem vágya, felül játszik, alul meg ibolya. Már harmadjára felejtem el bejelenteni, hogy két felvonásos. Hát négy előadásból harmadjára, háromszor. Két felvonásos. Hát maga az! Jaj, de várj!
Nagyon örvendek, de sajnos én nem kegyethez jöttem, én Kovács Ibolyát keresem. Hát én vagyok Kovács Ibolya. Jaj, hát ez nem igaz. Ennyi, hát csak tudom, hogy ki vagyok. Hát kegyet, nem egy Kovács Dancsúrnya, nem? Hát ki mondta ezt magáról? Hát ez a Jankom. Jaj, ez a Jankom mindig viccel. Higgye el, én vagyok Kovács Ibolya. Jaj, Istenem, hát ez nem igaz. Hát ez a Jankom, hogy hülye. Hát erre mondta, hogy fogadlak. Hát ennek a nőnek, hát teki van a szája foggal. Na, hát akkor foglaljon helyet. Köszönöm, köszönöm. Hát én azt hiszem, hogy az lesz a leghelyesebb, ha egyenesen rátérünk a lényegre. Nem tudom, hogy Janka úr említette magának, de én bevallom őszintén, hogy csak a rúd miatt hívattam magát. Hogy miatt? A rúd miatt, ugyanis nekem szükségem van egy pozitív oszlopra. Pozitív oszlopra? Így hívják azt a rúdat, ami magának van. Hát honnan tetszik ezt tudni? Hát a Janka úr említette, hogy magának van egy megfelelő méretű rúdja. A Janka úr ezt elmondta. Hogy te csugnarond a szájában elmondta? Mert később a szájában a szégyedtől. Szóval a Janka úr említette, hogy magának van egy megfelelő nagyságú rúdja. Megfelelő? Megfelelő, ez a helyes kifejezés, ugyanis kisebbet kapok, amennyi csak kell. Hát kisebbet az lehetne várni szakadatokra. Na, de nekem pontosan az a méret kell, ami magának van. Pontosan az a méret, ami nekem van. Kinte jobbó felé. Na tehát, azért hívattam magát, és azért vagyok hajlandó együttműködni magával, és csak is azért, mert nekem van egy negatív hengerem, de hozzávaló oszlopom nincsen. Negatív henger? Mert maga nem tudja, mi az a henger? Sejtem! A henger az, amiben az oszlopot belehelyezik. Na, ezek után már remélem sejti, miről van szó. Kedi, sokkal a meleg után már nem nehéz kitalálni, hogy miről is lesz itt szó. De figyelmeztetem, a legnagyobb diszkrécióra lesz szükség. Senki nem tudhat róla, hogy mi itt mit csinálunk. De nagyságos asszonyom, hát úgy értel vagyok, úgy jöttem, nem fogottam kifecsegni. Mert rajtunk kívül csak a Janka úr és a vőlegényem tudatolódó. Micsoda? Kegyenek vőlegénye is van. Hát ez a Janka úr nem mondta. Vajon miért kellett volna ezt a Janka úrnak megmondani? Hát maga bele elnézd a dolgát és kész. De tessék már egy kicsit ide figyelni, hát a vőlegény nem fog haragudni. Dehogy fog! Sőt! Segíteni fog magának. Minden, amit kér. Teszem azt mindjárt. Segít magának fölállítani a rúdat. A vőlegény segít. Hát én ilyen vadasság teljesen. De hát miért lenne ez vadasság? Maga azt hiszi, hogy egyedül is meg tudja csinálni. Eddig még nem voltunk segítségre. A vőlegény segít. Hát ebben tessék már ide figyelni, drága nagyságos asszonyom, mert én nem szeretem, ha nekem ott olyankor kukkolnak, meg kivizelnek. Mi ketten együtt megcsináljuk azt a dolgot, az így jó. Jó, jó. De figyelmeztetem, nálam nagyon kemény munka vár magára. Állalom. Éjjel, nappal dolgozni fogunk. Napi 7-8 órát, ez folytába. Mennyi? 7-8 órát. Na jó, 1-2 óra pihenő, de aztán kezdjük az egészet újból előről. Hogy napi 7-8 óra?
Hát, az ki van zárva? Kalácsában nem vállalom. De miért? Hát a henger a legnagyobb stravátiszti média. Hát a henger, az lehet, de a... Na, na, ne. Hát a pókos elmagyarázni magának, mi lesz a termője, hogy mit kell csinálnia? Hát, mondja meg! Hát, tudom én, mit kell csinálni. Honnan tudnád, hiszen még soha nem csináltad? Hány érzve se magna magán? Csinálj! Mikor és kire? Na, akkor na, mondja meg! Mondjuk, akkor azt nem vezettem róla. De most komolyan azt lehet, hogy én még sosem csináltam. Jó, jó, jó. Csinálta, nem csinálta, az most teljesen mindegy. Itt most arról van szó, hogy nálam hogyan kell csinálni. Jó van, jó van. Megjegyzem az igényeim, abszertálom. Tehát, első teendő. Igen? Felmegy a háztetőre, és ott felállítja a rúdot. A háztetőre? Ahonnan kémények vannak? Hát persze, miért? Maga azt hittem, hogy itt a szobában fogjuk csinálni. Hát már itt előtt, mint a háztető. És még maga mondja, hogy már csinálta. Hát maga még soha nem csinálta. Hát mondjuk, a háztető még soha. Spájban. Elő szobában. Ezzel a mármorról láttál. Kazantövibe. De háztető még soha. Hát hogy kavaszkodik ott az ember? Ismét nem. Felmegy a háztetőre. De magasztodik a háztetőre. És ott felállítja a rudat. Jó van, na, jó van, nem bánom, megpróbálom. Aztán két kémény között kis pallója, hogy jó masszívan álljon. A rúd. Kémény között. Én mondtam, hogy kis spanolja. De előzőleg ilyen vashordókat csavarozunk bele, hogy legyen mind akasztani a húzalokat. Hát persze, valamiben csak bele kell akasztani. Mibe csavarjuk bele a vasalmokat? Hát a rúdba. Na ne! Na de! És aztán a végét hegyesre leveszed. Nem a végét. A rúdnak a végét. Ennyi. Hát csak nem tetszik ezt komolyan gondolni. Ugyan már! Hát fog egy reszelőt, és szépen lereszeli. És ha nem, akkor mi van? Hát ide takint kellett volna esküdöm. Miért? Hát maga éppen annyira fér ki azt a rúdat. Hát persze, hogy fér, de már nincs belőle rezerva. Nem kell féltenie a rúdnak, nem lesz semmi baj. Ahogy nem lesz baj, ahogy vas halmokat beleáll. Mondja már legfeljebb, egy kicsit rövidebb lesz. Miért vagy egy kicsit rövidebben? Hát amikor már nekem nem kell azt a lereszelt részt, levághatja. Hát de zseniális, ami neki nem kell, azt levághatja. Hát ez a legegyszerűbb megoldás. Hát persze, fogok egy nagy szabonot, aztán kiszerelek. Hát hát a nagyságos, azt mondjam, már két-három alkalom és a rúdbúk nem áll semmi. A rúdnak hegyesnek kell lennie, mert az indukció csak úgy váltódik ki egyenletesen, ha a kondukció az áramra egyenletesen megoszlóulhat. Na már most, a padláson el van helyezve egy motor. Azt összekötetésbe hozzuk a rúddal, és elkezdi mozgatni. Viszont a motor mozgatja a rúdat? Hát akkor én javárlottan vagyok ott. A motor mozgatja a rúdat, és a zörzsölés következtében energia kerekezi. Aha. Na, eddig remélem világos. Mint a vadon. Na, jaj, valamit majdnem elfelejtettem. Ki lehet a kezi csokor? A rúdat át fogjuk fúrni. Ki jön a kárnál tudna elfelejteni? Hát persze, valahogy csak át kell húzni, mert legyen rájuk rajta. De kárul nagyságos asszony. Hát azt
tetszik, kinyírod az én rundakmal. Mindent lehet csinálni, úrni, faladni, rezelni, hát nem válaszok. De hát én megfizetem magának. Nincs kegyednek annyi pénze. A végén még kisül, hogy te is találja. De nekem szükségem van arra a rúdra. Én meg utána menjek el majd hárendőrnek. Jaj, hát tudtam, hogy itt van maga szerencsétlen. Jaj, hogy jött, hát micsoda hitvart az, hogy azt küldött maga egyet. Hát én nem jól már küldtem maga. Maga rossz téglát vett fel az asztalon. Micsoda? Hát ez nem az elektrotechnikus. Hát dehogy elektrotechnikus, hát nem látod, hogy ez egy vasútadás. Jaj. Istenem. Ide figyelj. Itt van a maga cédulája. Rajtan ennek a neve meg a címe, na hozzá menjene! Tartsa meg a cédulája, ez kell a cédulája. Nem megyek sehova. Hanem kegyetlen asszonyság, visszajövök, vagy jobban megöregszek. Bizony. Mert kegyet olyan tanácsokat adott, ami öreg embereknek nagyon sokat segít. Mit tudtam én magának? Hát, hogy madar mondatja a